országos autómentes nap alkalmából a sportközpont reggeli a biciklisáknak. Igen? Fogadja. Már hagyományosnak mondható, hogy Szekszárd megyei jogú város önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont bekapcsolódik az országos autómentes nap program sorozatába. A legfőbb cél az egészséges testmozgás népszerűsítése és a környezet megóvása. Járdán szoktam biciklizni általában, kijárok a város másik felére, és így a legegyszerűbb. Próbáltam az uton is, de veszélyes. A szervezők már kora reggeltől több helyre is kitelepültek. A városban a vasúti kereszteződés mellett, a Damjanich utcánál és a Csatári körforgónál, illetve a Szőlőhegyen is lehetett velük találkozni. A biciklisek számára reggelivel készültek. A csomag tartalma gyümölcslé, víz, szendvics és egy csoki volt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen nagyon jó látni, és én szeretnék mindig személyesen kinn lenni ezeken a bringás reggeliken, hiszen látom az arcokon, hogy örülnek az emberek, hogy valaki megbecsüli azt, hogy nem autóba ül, hanem kerékpárral, rollerrel, vagy esetleg gyalogosan megy munkába vagy iskolába. Az a tapasztalat, hogy évről évre egyre többen vagyunk, tehát egyre többen használunk kerékpárt, szerintem nagyon jó dolog, és próbáljuk erre felhívni a figyelmet. Vannak, akik rendszeresen használnak kerékpárt, hiszen számos előnnyel rendelkezik az autókkal szemben. 30 éve, és a gyerekek is amióta gurulni tudnak a két keréken, és fontos, mert sportos, sokkal gyorsabb, mint autóval közlekedni, és egészségesebb is. A Szekszárdi Sportközpont parkolójában egésznapos rendezvények gondoskodnak arról, hogy az emberek körében egyre népszerűbbé váljon a kerékpár használata. Gyakorlatilag egész nap várjuk a iskolásokat, óvodásokat, ki is küldtük nekik a meghívókat a programra, illetve 4 órától lehet regisztrálni a Bringás Szekszárd elnevezésű eseményünkre, amelyen bringabarát pontokat kell felkeresni, és visszatérve egy teljesítőknek adunk egy kis ajándékcsomagot. A családok körében is igen kedvelt a kerékpár, hiszen hosszabb kirándulásokhoz vagy túrázáshoz is előszeretettel használják. Inkább biciklivel szoktunk közlekedni, mert egyrészt gyorsabban odaérünk, mint gyalog, másrészt, hogyha megyünk így túrázni, kirándulni, akkor könnyebben is meg tudjuk tenni, és nem fáradunk el olyan sokat. Az autómentes világnaphoz a vasút és a volán is csatlakozott, ahol egyetlen jegy vásárlása a másodosztályon korlátlan számú utazásra jogosított a nap folyamán.